Nagyon ne kapkodja föl, tegye vissza a helyére. Nem. És a másik jellemzője az, hogy lassan. Tehát ezt el kell tolni. Gondolom, nem majd én, jó? Mert ott lesz. Jó. Korom Gyula a tárlat vezetője nem véletlenül félti ezeket a tárgyakat ennyire. Magyarországon ugyanis ez az egyetlen ilyen típusú gyűjtemény. Európában is csupán 7 darab van belőle, amelyek ezzel szemben nem egyetemesen gyűjtik a fodrászat történetének emlékeit, hanem annak egy-egy kiemelt témáját, területét járják csak körül. Részben megörököltem egy kisebb gyűjteményt, és aztán az elmúlt 10-15 évben jó magam gyűjtöttem a többit, amit tulajdonképpen láttam. A gyűjtemény első darabjait még az 1950-es években kezdte el gyűjteni egy bizonyos Pinke Károly fodrász, akinek tervei között szerepelt egy fodrász múzeum megalapítása. Munkáját végül Korom Gyula vette át, aki 1996 óta régiségkereskedők bevonásával, aukciókon való vásárlásokkal és a piacok látogatásával folyamatosan gyarapítja a múzeumot. Napjainkra közel 2500 tárgyat jelent, amely hát öleli az egész fodrászipart, és megtalálhatod benne azok az eszközök, amelyeket hát különösen nagyobb részt az utolsó 200 évben használtak. És mi az, ami önt ennyire motiválja? Tehát miért ennyire elkötelezette szakma iránt? Ha egy picit itt körülnéz a múzeumban, akkor biztos, hogy önnek is feltűnik, hogy nagyon-nagyon szép tárgyak vannak itt a tulajdonunkban. Hát ezek a tárgyak nem úgy kerültek ide, hanem talán ilyen rozsdás vasakként, meg más számára értéktelen tárgyakként, de meg kellett benne látni a fantáziát, hogy mit lehet ebből csinálni, mit lehet ebből kihozni, és mivel én műszaki pályáról indultam, nekem egy picit ez a hobbim is, a restaurálás, a helyreállítás, a helyrehozatal, és hát műszakilag ezek olyan csodák, amelyek nagyon nagy örömet okoznak azoknak, akik ezt rendbe tudják hozni, és különösen, akik tudják állítani. A fodrászműhelyeknek a régmúltban teljesen más volt a szerepe a társadalomban, mint manapság. Minden férfi, aki adott magára valamit, szinte naponta járt borotválkozni, hetente hajat vágatni, a nők pedig hajat göndöríteni. Akkoriban házilag semmi nem volt megoldható. Ezt a két dolgot hát a fodrászok azért mondhatom azt, hogy művészi fokra fejlesztették. Mert egy fodrász a munkájával nap mint nap kisebb vagy nagyobb sikereket érhetett el, ami végül is ezt az egész szakmát eljutatta arra a szintre, ahol ma áll. Tehát gondoljon bele, hogyha most egy hölgy felébred otthon reggel, és éppen egy rossz napja van, és elmegy a fodrászhoz, akkor elképzelhető, hogy egy óra múlva, amikor az ő frizuráját elkészítették, ami nagyon jól sikerült, akkor mosolyogva lép ki az üzletből, és egész nap meg lesz az önbizalma, sikeresnek érzi magát. A múzeum egyik legrégebbi darabja Vámos Mikoláról származik, egy teljes fodrászati berendezés. Valamikor 1880 tájékáról. Hát a bútor stílusa az ugye ónémet, márványlapos bútor, külön lábtartóval, és hát egy kis külön szerszámos tartóval a jobb oldalon, általában ez a jobb kézre első rész az, amelyik a frekventáltabb, ezt használták jobban a fodrászok, és még ez az a fajta bútor, amely a legkorábbi. Természetesen. Ez egy úgynevezett gőzölt bükkfából készült szék, egy fejtartóval. Jellemzője az, hogy forgatható. A másik jellemzője az, hogy a fejtámla eltávolításával női munkák elvégzésére is alkalmas. Ugyancsak a hölgyek hajának szárítására lett kifejlesztve valamikor a régmúltban a hajszárítógép is, amiből Korom úrnak két eredeti darabja is van. Olyan hajszárító búra, amelyben a meleg levegő az itt bent ezeken a lukakon keresztül jön, ugye a motor, a ventilátor része innen nyomja. Működőképes? 110 voltos, igen. Csak nincs itt 110 volt. Így van. Ugye itt arra kell gondolnunk, hogy az 1880-as, a századforduló idején a legtöbbet végzett munka az a férfiak borotválása, hajvágása, bajusz ápolása volt.
Körülbelül az arány úgy nézett ki, hogy a századfordulón a 70-80%-a az férfi munka volt, és csak a kisebbik része volt a női munka. És ez azért lehetett így, mert borotválkozni minden nap kellett. És ameddig Zsillett fel nem találta az önborotvát, addig tetszett vagy sem, a férfiaknak a fodrászra kellett bízniuk ezt a műveletet. Mert ugye borotvakéssel csak nagyon kevesen tudták levágni maguknak a szakállukat, a bajuszukat. Ez a rádióra hasonlító szerkezet valójában nem más, mint egy századfordulós hajhullámosítógép, ami egy vidéki pincéből került elő. Ez úgy működik, hogy innen levehetők ezek a csipeszek. Amelyek meleg állapotban a hölgyek előre bedajerolt és felcsavart hajára csiptetve, elősegítették azt a kémiai folyamatot, amelynek eredményeként a legsimább haj is könnyedén és aránylag rövid idő alatt begöndörödött. Ma is működőképes ez. 1952-es. Parfümszórók minden méretben és alakban. Hajdíszek papírból, tollakból és lószőrből, egytől egyik igazi fodrászati remekművek. Korom Gyula tárlatában talán az a legnagyobb dolog, hogy itt tényleg olyan tárgyak vannak, amelyekből nincs több a világon. Ezért is félti őket annyira. Hát itt pedig ezen az oldalon két olyan híres fodrász szék látható, amelynek elsősorban a funkciója érdekes. Ez a két szék Korom úr legféltettebb kincse. Az egyik egy 1902-ben Amerikában készült szék. A másik Japán, ami Hollandián keresztül került a magyar fővárosba. Azt, hogy Japánban készült, az is onnan tudjuk, mert ez a karfa része, amikor szét lett szedve, akkor itt a hamutálca alatt be volt gyűrve egy újság. Ez egy paróka készítő munkahely eredeti állapotában. Tehát ezen a munkahelyen, ilyen helyen készítették a parókákat. Hol ez itt Budapesten? Is. Egy borbély számára az igazi kihívást a tökéletes borotválás jelentette. Mert a fiatal, ha ráncos idős úr volt a kuncsaft, úgy kellett mindenkit megborotválni, hogy szakál se maradjon és sérülés se legyen. Ehhez a művelethez pedig tökéletes szerszám is kellett. Hát például a négy csillagos Johnson, vagy hét csillagos Johnson, ugye van nekem itt ki. Ez az. Így van. Látszólag semmi extra nincs benne, mert sokkal díszesebb borotvák vannak. Például egy kosszak, ugye itt a végén, micsoda szép nyele van, micsoda szép faragása van benne. De akkor is minőségben a hét csillagos Johnson veri a mezőnyt. Aztán megjelent a Zsillett amerikai cég önborotvája, ami végül véget vetett a Johnson késeknek, az élező szíjaknak, ne meg az egész fodrász szakmát egy teljesen más pályára állította. A régi szép idő Korom úr múzeumában mintha teljesen megállt volna. Higgyék el, ide érdemes betérni és elidőzni egy kicsit. Legalábbis egy kis időutazásra biztosan.